10% alá szeretnék csökkenteni a korai iskola elhagyás mértékét Magyarországon 2020-ra. Ez a célja annak a projektnek, amelyben a Nyíregyházi Egyetem is részt vesz konzorciumi partnerként. Ennek része, hogy egy olyan oktatási módszert vezetnek be, amelyben a diákok számára élmény lesz a tanulás. Kis csoportokban személyközpontú oktatást alkalmaznak majd az általános iskolákban. A projekt végére, 2021-re országos szinten mintegy 35 ezer pedagógus kapja meg az ehhez szükséges továbbképzést. Amíg az Európai Uniós átlag egyre csökken, addig Magyarországon emelkedett a korai iskola elhagyók száma az elmúlt években. Az Eurostat felmérése szerint 2016-ban 12,5% volt azoknak az aránya, akik nem rendelkeznek középfokú végzettséggel hazánkban. Ennek javítására 7 felsőoktatási intézmény az oktatási hivatallal közösen egy komplex programot vezet be 2021 után az általános iskolákban. A kormányzat és az oktatáspolitika is tisztában van azzal, hogy erős az iskola elhagyás Magyarországon, ezért is indítják majd a programot. Stúdiónk vendége Nagyné Smelcer Erika, a Nyíregyházi Egyetem tanárképzési főigazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Reagálva az iménti bejátszásra, miben látják az okait az iskola elhagyás számának, illetve ennek a növekedésnek? Nagyon összetett, és igazából a programnak nem az a célja, hogy az okokat megkeresse, hanem hogy kezelje, hogy orvosolja ezt a problémát. Egy picit pontosítanám a bejátszás évszámát, ugyanis 2021-ben fejeződik be a program, de az iskolákban már beszeretnénk vezetni 2019. szeptemberétől, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolákból körülbelül 30 iskolának lesz alkalma arra, hogy 19. szeptemberétől már e szerint, az új program szerint tanítson. Mi ennek a programnak a lényege? Ugye két elemről beszélünk, egy módszertani váltásra, illetve módszertan kidolgozására, és ennek a képzéséről beszélünk még. Igen, a 4 évig tartó projekt keretében az első év 2017-ben indult egyébként konzorcium összefogással. A konzorciumi vezető az Egri Eszterházi Károly Egyetem, és tagja másik 6 egyetem, illetve az oktatási hivatal. Bocsánat, miért tartotta fontosnak a Nyíregyházi Egyetem, hogy bekapcsolódjon ebbe a programba? Azért, mert egyik legveszélyeztetettebb megye. Tehát ez a régió a korai iskola elhagyás miatt az egyik legveszélyeztetettebb országos szinten. Tehát feltétlenül fontos valamilyen módszertant kidolgozni és eljuttatni az iskolákba. Egyrészt a korai lemorzsolódás, a végzettség nélküli lemorzsolódás csökkentése érdekében, és úgy általában az iskolák hátránykompenzációs képességének a növelésére. És azt gondolom, hogy ebbe beletartozik az is, hogy a pedagógus kiégettség ellen tennünk kell. Azt mindenki tudja, hogy aki gyerek közelben volt, vagy tanított, hogy ha a gyerek rosszul érzi magát, ha a gyereknek nem élmény a tanulás, akkor a pedagógus is rosszul fogja érezni magát. Tehát az ő számára sem élményszerű. És ha a pedagógus kiégett, akkor valószínűleg a gyereknek sem lesz túl nagy élmény az iskola. És visszatérve a kérdés elejére, tehát 17-ben indult a projekt, egy éven át tartott, míg a módszertant és azokat az akkreditációra köteles tananyagokat kidolgoztuk, amelyeket szeretnénk átadni a pedagógusoknak. Már a Nyíregyházi Egyetem június második felében elkezdi a képzéseket. Ha a tanár-továbbképzéssel készen vagyunk, akkor lehet bevezetni az iskolákba, és mi ott mentoráljuk is ennek a bevezetését, és történik egy visszacsatolás, és ez is a pályázati programnak a része, ugyanis az eredmények alapján folyamatosan mérjük a teljesítményt, a változást, regisztráljuk, és akkor visszacsatoljuk egyrészt a továbbképzésekbe, másrészt a pedagógus képzésbe. Tehát amikor oda kerül a sor, akkor mi a tanító és a tanárképzés képzési követelményeibe beillesztjük
a módszertani új elemeket. Egyfajta utánkövetés is lesz, tehát fogják egy darabig nézni, hogy ezek a gyerekek mire fognak jutni ezzel az új módszerrel? Nincs benne a pályázatban. Nincs, csupán annyi, hogy a 2021-ig mi folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az iskolákkal. Igen. Mi ennek a módszernek a lényege, amit kidolgoztak? A módszer lényeg és a módszer alap és az egész komplex alapprogram módszertani alapja úgy említjük röviden, hogy a DFHT, tehát ez a differenciált fejlesztés heterogén csoportban. A lényege az, hogy a hagyományos tanárszerep megváltozik. A frontális tudásátadás helyett a tanár a tudás az átadás menedzselésével, a tanulás menedzselésével, jobb szó így, tehát a tanulás menedzselésével foglalkozik. A hagyományos osztálykeretek elbomlanak, mobillá válik az osztályterem, kooperatív munkára ösztönző, innovatív, motiváló, sokszínű maga az osztálytermi és a tanulási környezet. És nagyon fontos, hogy a pedagógusnak státuszkezelő szerepe lesz. Ezt többféle szempontból is tudjuk értékelni, és különösen azért fontos, és számomra különösen fontos ebben a régióban, hogy a gyerek a szociokulturális hátrányával, és nagyon sok gyerek ebben a megyében, a beszélgetésünk elején említettem is, hogy érzékeny a megye tekintetben. Tehát a szociokulturális hátrányjal érkezik, és az iskola sajnos tehát nem tudja kezelni, sokszor rögzíti, mert bemerevíti ezeket a hátrányokat. Na most egy olyan oktatási kultúrát, egy olyan módszertani kultúrát szeretnénk bevezetni, amely azt mondjuk, hogy státuszkezelő, tehát a nagyon jó gyerek sem ragaszkodhat a megszokott státuszához, de a hátrányos, vagy aki megszokta, hogy ő az, akit mindig mellőznek, ő az, aki nem szólal meg az osztályban, kénytelen lesz, mert minden egyes szerepbe belekerül minden gyerek, éppen azáltal, hogy kis csoportban dolgoznak, kooperatív munkát végeznek, és ezzel a tevékenységgel egyúttal, tehát egyfajta érzelmi, kulturális és kognitív képességek fejlesztése és szociális érzékenység fejlesztése is zajlik az osztályteremben. Milyen készségeket fejleszt ez a fajta módszer a gyerekekben? Én pontosan ezt hiányolom a mostani oktatásból, ami túl sok lexikális anyagot így, ahogy mondja, frontálisan zúdít a gyerekekre, miközben éppen a rugalmasságuk, vagy a kudarctűrő képességük, hát az bizony nem fejlődik. Igen, ez a fajta szociális érzékenységre nevelés, ez mindenféleképpen része. A másikra való odafigyelés, az együttműködés, az egymás segítése mindenféleképpen jelen van. Egyébként pedig, ha a kognitív képességekre gondolunk, akkor elsősorban, tehát nem a lexikális tudás, hanem az a lényeg, hogy a gyereket felkészítsük az élethosszig tartó tanulás folyamatára. Az ismeretanyagok befogadására. Milyen készségeket kíván ez a pedagógustól, hiszen egészen más típusú hozzáállásra van szükség. Igen, élményszerűvé kell tenni a tanítást, az együtt tevékenykedést a gyerekekkel, nyitottságot várunk el tőlük, előítéletektől való megszabadulás, tehát át kell tudni magát adni az újfajta tanár-diák viszonynak, tehát meg kell tanulnia kezelni az interaktivitás problémáit, és nyitottnak kell lenni. Szemléletváltást. Igen. A képzés ezt is tartalmaz, erre is irányul? Igen. Ez a 120 órás képzés, amiben Igen. részt vesznek a pedagógusok? Igen, alapvetően az alapkoncepció az első 30 órás képzésünk, a második 30 órás egység az a maga a módszertan. A pedagógusok számára szerintem, ha hallgatják vagy látják pedagógusok, a kipes módszer a lényege, a komplex instrukciós program az alapja ennek a módszertannak, amely egyébként nem egy rendkívüli újszerű találmány, igyekeztünk a hazai és a nemzetközi jó gyakorlatokat beolvasztani. Tehát elmentek kollégák, főleg az egriek olyan országokba, ahol nagyon jól működik az oktatás, és onnan hoztak haza ötleteket. Tehát van az alapprogram, a DFHT, és van 5 alprogramunk, amelyek
tematikus vagy képzési területek szerint, de semmiképpen nem tantárgy specifikusan, komplex módon próbálják színesíteni, kiegészíteni, alkalmazni az alapprogram, az alapkoncepciónak a lényegét, és ezek a testmozgás alapú, a művészet alapú, életgyakorlat alapú, digitális és logika alapú alprogramok. És ezeket elsajátítják, igen, a pedagógusok ezeken a képzéseken, és aztán az iskolába bevezetik, mert ezek az alprogramok délutáni foglalkozásként, kötelező elemként jelennek meg az élménysuliban. És ezek szerint 2019-től már várható ennek a megjelenése. Igen. Én nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalatokra. Főigazgató asszony, köszönjük, hogy vendégünk volt ma. Én is köszönöm. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.